És most sport. Az év három jelentős úszóversenyek közül mi most azon jártunk, ahol a születőben lévő tehetségek kiválasztása folyik. Elnök úr, Baja víziváros. A vízivároshoz hozzátartozik az úszósport. Mit tesz ezért a Bajai Spartacus Vízisport Egyesület? A régi úszók összetömörítésével igyekeztünk egy pezsgő és hathatós úszóéletet kialakítani Baján, és örömmel tapasztalhattuk azoknak a régi úszóknak az önzetlen segítségét, akik annak idején kényszerű okoknál fogva abbahagyták a versenyzést. Első lépésként egy ilyen 20 fővel kezdtük a működésünket, és bizony 4-5 év is eltellett, amíg a mai felmenőági utánpótlás rendszer kialakult. Ennek köszönhetően ma már 4 edzővel, mellékfoglalkozású edzővel, mintegy 80-100 kis sportoló fiatal rendszeresen mozog és úszik nálunk. Ennek a úszó sport fellendülésének ugye hathatós tényezője is fontos kelléke az, hogy bekapcsolódjunk a nemzeti országon belüli úszó versenyek vérkeringésében. Ezért kezdtük el 4 évvel ezelőtt ennek a kezdeményezésnek a szellemében a különböző úszóversenyek Baján történő megrendezését. Napjainkban körülbelül 3 jelentősebb úszóverseny megrendezésére vállalkozunk. A képek önmagáért beszélnek, itt ma 10-11 egyesület, mintegy 200 fiatal versenyzője jött össze, hogy összemérje a tudását, és azt hiszem, hogy ezzel, hogy a bajai versenyek ilyen népszerűek, hogy ennyi versenyző, ennyi egyesület tiszteli meg a jelenlétével, ez bizonyos mértékben minősíti az egyesület és a szakosztálynak a munkáját is. És hogy mik a céljaink? Az természetesen az első alakuló közgyűlésen is megfogalmazott gondolatot próbáljuk továbbvinni, hogy a lehetőségeinkhez mérten itt nem tudunk egerszegi minőségi és szintű versenyzőket nevelni a lehetőségeink és adottságaink miatt, de mindenképpen szeretnénk a bajai fiatalokat közelebb hozni az úszáshoz, a sporthoz, megszeretetni velük az úszást, és miután víziváros vagyunk, egy olyan vízbiztonságot szereztetni velük, hogy megtanulva úszni, tanulják meg félve tisztelni a vizet, a Dunát és a sportot is.